Hát, a helyzet az, hogy távol áll tőlem ez a először eleinte ez a dolog, aztán hallottam hírét, sok évvel ezelőtt, még gyerekkoromban, hogy van ilyen, létezik ilyen, aztán úgy elkezdettem érdeklődni is utána, iránta. Aztán én, nekem volt TikTokom, én töröltem magam a TikTokról, sajnos elég sok negatív ember miatt. Aztán körülbelül egy hónappal ezelőtt újra regisztráltam. Bekerültem ebbe a live-ba, és itt találkoztam én is az úrnővel. Na most semmit nem kérdeztem én sem, többihez hasonlóan senki nem emlegette neki ezeket a dolgokat, amit én tudok. Senkinek itt el nem mondtam semmit magamról. Onnantól, hogy megmondta azt, hogy milyen szobában ülök, milyen a bútorszíne, milyen terítő van a kezem alatt, ahol én éppen dolgozom, vagy éppen írtam azt, amit ő diktált, vagy az, hogy nekem volt egy balesetem, egy otthoni balesetem, hogy én nagy hatalmas vágás van a jobb kezemen, azon abba tartom a telefont, most is abba tartom a telefont. Egy nagy vágás volt a kezemben, azt is megmondta pontosan a kezemnek, melyik részén van a vágás. Ezt soha senkinek itt, ezen a platformon én sehol senkinek ezt nem mondtam. Nem tudott róla senki, ezt tökéletesen megmondta. Mi történt, hogy történt. Megmondta azt, hogy mikor, hogyan, hány évvel ezelőtt pontosan miben halt meg édesanyám részéről, nagymamám. Szóval mindent. A nővérem sajnos elvesztette a férjét május 1-én. Nem megtervezett, nem előre megbeszélt dolgokról volt szó. És ő becsöppent abba a live-ba, amiben én voltam. De nem mint live, csak lemlegül a live-ba, csak chat falra. És beszélgettek dolgokról, általános dolgokról ment a vita a beszélgetés, nem is vita a beszélgetés megyen, és az úrnő megszólalt, hogy ma most lépett be az aurójába egy olyan valaki, akinek tökéletesen látja az alakját, az arcát. És még akkor sem mondtam neki, hogy az én testvérem jelen van, csak mikor elkezdte sorolni azokat a dolgokat, ami ő rájuk vonatkozik, ami náluk valósult meg, illetve náluk történt, vagy van helyiségeket, szerszámokat, dolgokat, szobákat, stb. Na akkor mondtam én, akkor szólaltam meg, hogy, és nem tudtak, ugye ő ezt elkezdte mondani is. Ugye itt a live-ban senki nem volt, aki ezhez kötődött volna ez a dolog. És akkor szólaltam meg, hogy elnézést kérek, ez nem volt megbeszélés alapján, ez tök spontán dolog volt, hogy engem live-ban a nővérem megtalált, és ő neki beszélsz a férjéről, aki már nincs közöttünk. És az annyit mondott az úrnő, hogy hívjuk be, mert ő szeretne dolgokat mondani. Behívtuk live-ba, be is lépett a nővérem, és konkrét dolgokat mondott el neki. A nevét a férjének, mondta az én családom körüli személyeknek a nevét említette. Édesapám nyugdíjas, 73 éves. Elmondta, hogy édesapám mivel dolgozott, milyen géppel dolgozott, hol dolgozott. Tehát konkrétan olyan dolgokat mondott el, amit én rajtam kívül ezen a platformon nem igazán tud az rólam senki. És a mai napig nem tudna senki rólam, hogyha ezt ő nem mondja el, mert én ezt ugye nem avval kezdem sem a live-ot, se semmit, hogy én azt egyszerűen bemelk is, ó, sziasztok apám, itt meg ott dolgozott. Ez senkit nem érdekel szerintem. Ezzel mindenki így van. Hát ő ezt magától megmondta. Hogy ez történt, az történt, úgyhogy én ebből a dologgal kellemeset csalódtam. Nyilván
édesanyai részről volt itt, nagymamám, ő lakott itt mi nálunk. Ő neki, ő róla beszélt nekem javában, de nyilván engem is az a dolog akkor fölzaklatott. Ezek sajnos van egy ilyen negatív hatása is, főleg ugye annak van igazából negatív hatása, aki úgymond, hát hogy fejezzem ki magam, akinél egy házban éltek, és sajnos nem kórházban, hanem magyarán megmondva lakásban halt meg. De nyilván mind a kettőnek, mind a két dolog megrázó, meg rosszul esik mindenkinek, de rengeteg olyan dolgot tudtam meg róla, ami megnyugtatott, és azt mondta ezzel, hogy gyakorlatilag ő jól érzi magát ott, ahol most van, és sokáig gondoltam, vagy nagyon sokat gondoltam rá, ugye főleg azért is, mert ugye én sajnos végig kellett, hogy nézem ott a halálát. De most ugye ott az úrnő megnyugtatott, meg elmondott olyan dolgokat, ami miatt egyáltalán nem kell aggódnom tovább. És azótától nyugodtabban is érzem magam, kiegyensúlyozottabb is vagyok, illetve éjszaka tudok aludni. Sokszor volt úgy nagyon, hogy éjszaka felriadtam, nem tudtam mitől, meg kényelmetlenül éreztem magam. Mozognom kellett folyamatosan, valami idegi alapon nagyon, meg lelkileg is megviselt ez a dolog, de miótától ez a úgymond live megtörtént, amiben ő közvetített nekem, azótától sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabbnak érzem magam. Tehát aki ebbe jelenleg tehát úgy mondom, aki ebben jelenleg nagyon ott van is, és nagyon igazat mondott, az tényleg az úrnő, hát olyan dolgokat, amiről én soha nem tudtam. Soha nem is gondoltam, hogy soha nem tudott itt senki, soha nem is gondoltam, hogy ez a dolgok bármikor is bárki számára nyilvánvaló, vagy beleláttak ennyire az életembe, beleláttak ennyire gondolataimba, ő belelátott.